Üdvözöllek benneteket az Ákon Bákon Papírszínházában. Ma egy nagyon aranyos kis mesét választottunk, a sok nevű macskát. Jó mesehallgatást kívánunk nektek és szokott kis közönségünknek. Nina Erik. A sok nevű macska. Akarom mondani, sziasztok! A nevem? Nos, igen, a nevem az jó kérdés. Egészen 2 héttel ezelőttig nem is igazán volt nevem. Akkor még az utcákat és a parkokat jártam a bandámmal. Bokrokban aludtunk, kukákból falatoztunk, játszótéri homokban hempergőztünk. Nem is nagyon szólítottuk egymást, sehogy sem. Egy csúnya, esős napon egy hegyesfülű, rettenetesen rossz szájszagú, acsarkodó kutya megkergetett, és ide menekültem, ebbe a lépcsőházba. Nézd, milyen menő hely ez! Van ez a szuper kis körfolyosó mindkét emeleten, kiválóan lehet a korláton mászkálni, ott pedig a hátsó lépcső, alatta egy rozog a kanapé, puha, bordó plüss borítással. Ha esténként ráheveredek, látom a csillagokat, a gyönyörű éjszakai égboltot. De elkalandoztam. Szóval, a nevem? Igazából több is van. Kíváncsi vagy rájuk? Gyere, körbevezetlek, és elmesélem, hogyan kaptam őket. A földszinten kezdünk. Először is itt laknak nemárék. Ők annyian vannak, hogy 2 lakásban laknak, és legalább annyi a gyerek náluk, mint ahányan mi voltunk a macska bandában. 4-en meg 1-en. De az is lehet, hogy több. Annyit ugrálnak és szaladgálnak, hogy sosem tudom összeszámolni őket rendesen. Mondjuk 4-nél tovább nem is tudok számolni, tekintve, hogy 4 lábam van, és a jobb elsőn, amint számolni szoktam, 4 ujjam. Minden reggel náluk kezdem a napot. Csak felugrom a párkányra, ide, így, ni, és besurranok a nyitott ablakon. Már is kezdődik a móka a legkisebb nemárral. Ő egy kislány, és imádja, hogy le-föl ugrálok az ágyán. Le-föl, le és föl. Vidáman legeredgél, aztán ő is ugrálni kezd. Le és föl, le és föl. Ekkor általában bejön nemár anyuka, és ilyeneket kezd mondani. Ne ugrálj már, kérlek! Gyere inkább reggelizni! A készülődés hátralévő részében nagyon sokszor elmondja, hogy ne már ezt, ne már azt, ne már amaszt. Például, ne edd már meg a fokrémet, Lajoskám. Ne vedd már fel a húgott szoknyáját, Petikém. Ne húzogasd azt a szerencsétlen macskát a farkánál fogva, Szilvikém. Ez lennék én, de megnyugtatlak, egyáltalán nem fáj, és egy picit sem érzem magam szerencsétlennek. Sőt, ne már, hogy bepiséltél a tiszta pelusba, Editke? Ne már, hol van Gyurika? Nem találom, el fogtok késni. Amikor végre lecsendesedik a ház, behoz egy tálka tejet, és leteszi az ágy elé, ami alá mindig bebújok. Jó kis hely ez itt az ágy alatt, tele van viccesen ugráló szüszökkel, kekszmaradékkal és gurulós játékokkal. Ilyenkor váratom egy kicsit, aztán ő mondja. Ne már, macsek, erre nem érek rá. És akkor kijövök. Fellefetyelem a tejet, begyűjtök egy kis cirógatást, és ki az ablakon. Szóval ez az első nevem. Ne már, macsek. Tisztára olyan,
mintha családtag lennék. Nem áll, macsek. Közvetlenül Nemárék mellett lakik Csókolom Margit néni és Jó reggelt Bandi bácsi. Jó reggelt. A felettük lakó lány köszön nekik mindig így, akit úgy hívnak, hogy Szervusz Julikám. Szervusz Julikámat reggel sosem látogatom meg, mert általában olyan korán indul, hogy korábban, mint ahogy a Nemár gyerekek felkelnek, pedig az is nagyon korán van. Csókolom Margit néniéknél két nevem is van. Csókolom Margit néni úgy hív, hogy gyere ide, te édes cicuka! És ahogy bemegyek, azonnal ledob az asztal alá egy szép szelet kerek szalámit. Néha tőkehalmájat, esetleg szaftos szalafádét. Imádom csókolom Margit nénit a puha, meleg, rózsás papucsával és a földig érő, susogós reggeli köntösével együtt. Jó reggelt Bandi bácsitól a hangzatos Tűnsz te innen, girhes dög! Nevet kaptam. Ő sosem dob se szalámit, se mást. Viszont, amíg csókolom Margit néni elkészíti a kávét, Jó reggelt, Bandi bácsi, mindig megengedi, hogy felugorjak az ölébe, a csíkos pizsomájára heveredjek, és vakargatja a fülem tövét. Ha a kávé túl korán érkezik, morog, hogy forró. Ha későn, akkor zúgolódik, hogy biztosan kihűlt. Ilyen ez a jó reggelt, Bandi bácsi. Morgolódos, de mesterien tud fültövet vakargatni. De amikor csókolom Margit néni közeleg, azonnal lehajít a padlóra, és még utánam is kiabálja. Tűnsz te innen, girhes dög! Ezután felmegyek az emeletre. Ilyenkor csak egy és kettő és van otthon a kutyájával. Igen, tudom, ezt a lakást jobb lenne elkerülni, de az az igazság, hogy egyrészt a kutya egészen picike, még nálam is kisebb. Másrészt írtó jó fej. Igaz, sokat ugat, de nem túl ijesztően, és egyáltalán nem harap, csak ha eszik. Neki csak egy neve van, Tücsi. És kb. A hangja is olyan, mint egy tücsöké. Mire felérek egy és kettő éjséghez, már túl vannak a reggelin. Amikor besompolygok, Tücsi általában vad ugatásba kezd azon a cérna tücsök hangján. Egy és kettő és éppen felülésezik, vagy húzogatja magát egy rúdon. Én pedig segítek neki tornázni. A hátára ülök, amíg fekvő támaszozik. Vagy csak lustán, de láthatóan nagyra becsüléssel bámulom, ahogy feszülnek az izmai. Ez tetszik neki. Ilyenkor megengedi, hogy szenderegjek a szőnyegén, és csak akkor tessék el ki, amikor Tücsi már végképp nem bír magával. Csak búcsúzóul szólít a nevemen, azt mondja, Sic, bolhazsák! Nos, ez eddig négy név. Nem ár, macsek! Gyere ide, te édes cicuka! Tűnsz te innen, girhes dög! És Sic, bolhazsák! Egytől egyik gyönyörű, jut eszembe. Téged hogy is hívnak? Nina, Erik. Nagyon örvendek, nagyon szép neved van. Van még másik is? Nekem van még egy nevem, amit a végére tartogattam. Elmesélem azt is. Reggeli kör után, teli hassal, hamar telik a nap délutánonként. A padláson szoktam mászkálni. Néha kimegyek a tetőre is. Hajkurászom a galambokat. Ha tiszta az idő, nagyon messze ellátok. A házunkról látni lehet egy csomó másik tetőt, meg kupolákat, és egy pályaudvart is. Délutánonként itt várom, hogy Szervusz Julikám hazajöjjön. Már sötétedik, amikor hazaér,
és a legszebb nével szólít, amit valaha macskának adtak. Cic, 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 Cilu! Jaj, de cuki vagy! Mondja, és beinvitál a lakásába. Addig tekergőzöm a lábainál, előkészít nekem egy kis szaftos cica eledelt vacsorára. Együtt főzünk, közben ő zenét hallgat, és táncol. Én meg sündörgök körülötte. Szervusz Julikám nem is tudja, hogy egy és kettő és ilyenkor mindig megjelenik a gangon. Virágot locsol, lecsipkedi az elszáradt leveleket, Bebe pillant az ablakon, és mosolyogva nézi a Julikámat, ahogy táncol a fakanállal. Nagyon jókat főz ez a Julikám, csirke mellett, meg szárnyat, néha lazacot is, és azt mondja nekem, gyere, cic, 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 Cilu, vacsorázunk! Általában az egész estét nála töltöm, de azért még újra meglátogatom a többieket is. Csak hogy biztosan tudjam, mindenki rendben van-e. Nem Árékhoz megyek először, mert a gyerekek korán lefekszenek. Na jó, ez túlzás. Nem Ár anyuka korán megpróbálja elaltatni őket, de ők egészen ügyesen ellenállnak. Ne kapcsolgass már a villanyt, Lajoskám! Nem Ár, Petike! Ne ugrálj, mert leszakad az ágyad. Nem Ár, hogy szomjas vagy, Szilvikém. Nem Ár, hogy pisilni kell, Editke. Pisíj szépen a pelusba. Nem Ár, hová legy Gyurika? Az előbb még láttam. Mondogatja Nem Ár anyuka kétségbe esetten. De aztán megjelenek én. A kis Nem Ár ágyára heveredek, és a mese alatt olyan hangosan dorombolok, hogy attól aztán elalszik mindenki, Nem Ár anyuka először. Ilyenkor oda dörgölözöm az arcához, megszanglászom az orrát, fel sem ébred rá, csak egyet horkant, és azt mondja, Nem Ár. Amikor átérek a szomszédba, csókolom Margit néni már kötöget. Kicsit eljátszom a gombolyaggal, ezt nagyon szereti nézni. Jó reggelt, Bandi bácsi, ilyenkor már rendszerint bóbiskol. Szóval észre sem veszi, hogy ott vagyok. Álmában néha morgolódik, hogy látod, kihűlt, vagy jaj, ez még forró. Ilyenkor csókolom Margit néni átnyúl a kanapén, megsimogatja a kezét, és azt mondja, ne morogj, te öreg mackó, és betakargatja egy pokróccal. Egy és kettő és, ilyen tájt érkezik haza az esti futásból. Az ajtóban várjuk Tücsivel, ő bent, én kint. Később a kanapéról nézzük a tévét. Tücsi egy és kettő és jobbján, én a balján. A legjobban foci meccset szeretek nézni velük, az a labda, ahogy ugrál a képernyőn, elképesztő, egyszer meg kell kaparintanom. Fura, de egy és kettő és pont az hozza lázba, amikor a labda megáll, mert elakad a hálóban. Ilyenkor két félét szokott kiabálni, az egyik, hogy gól, és felugrik a kanapéról, a szívbajt hozza rám. Máskor meg, hogy francba, gól, de ilyenkor nem ugrál, csak kicsit szomorú, és jó mélyen beletúr a pattogatott kukoricába. Aztán megnyugtatja magát azzal, hogy nem baj, és maga mellé húz. Gyere te, szerencsemacska, amióta itt laksz, egyre többször nyerünk. Már egészen sötét van, amikor eljövök egy és kettő és égtől, és kényelmesen összekucorodok a kanapémon. Nézem a pislákoló csillagokat, vagy ha borús az idő, az ablakokat, akik mögött Nem Árék és a többiek alszanak, akik nevet adtak nekem. Nyáú! Aludjatok jól,
Ti is. Sziasztok! Sziasztok!